Látványos bevonulással, színes programokkal, zenével és testmozgással tölthették idejüket a Széchenyi István Katolikus Szakképzőiskola tanulói az április 10-én megrendezett diáknapon. Minden évben van egy különleges nap, amikor a diákok alakíthatják ki az iskola programját. Ez az a nap, melyet talán egész évben a legjobban várnak a tanulók. A diáknap az iskola életében is fontos szerepet tölt be. Szerintem rendkívüli nap, egy évben egyszer legalábbis, amikor a diákjaink megmutathatják nem csak azt, hogy a dolgozatírásban mit tudnak szóba, vagy egyébként a vizsgára, hanem megmutathatják azt is a 11. évfolyamos osztályok minden évben, hogy valójában mit jelent az, hogy amit ők elképzelnek saját maguk iskolai keretek között, és kiviteleznek, ha sikerül, tehát amit elképzelnek, hogy annak a megvalósítása, tehát az elmélet és a gyakorlat között mekkora óriási nagy különbség van. Én azt hiszem, ilyenkor szembesülnek a gyermekek, legalábbis a nagy része, azzal, hogy a gondolat és a tett között milyen nagy különbség van, és hogy mennyi tapasztalat és tapasztalás kell ahhoz, hogy amit én kigondolok, elképzelek, hogy az valóban úgy váljon valóra, ahogy azt a gondolataimban én elképzeltem. Én szerintem ez a legnagyobb küldetése, illetve szerepe ennek a diáknapnak a 11. évfolyamosoknál különösen. És én azt hiszem, hogy ezt így érzik a gyermekek is. A programokat a hagyományoknak megfelelően a 11. évfolyamosok szervezték meg, akik közül idén az A, a B és az E osztályok tanulói jeleskedtek a napi menetrend kialakításában. Az előkészületek, a szervezési feladatok hetekkel, sőt hónapokkal korábban elkezdődtek. Hónapokkal korábban elkezdik a szponzorok gyűjtését, a programok összeírását, egy ötletbőrzét tartanak, amely során kiválasztják, hogy számukra melyek a legszimpatikusabb és legszórakoztatóbb műsorok, és utána ezt fogják realizálni a mindenkori diáknapon. Az egész napos programkavalkád zenés bevonulással kezdődött, amely megalapozta a fergeteges hangulatot. A produkció közt retro hangulatot idéző tánc és látványos rap előadás is volt, továbbá vendégként a Szihalmi Fúvosok szerepeltek. Az igazi retro hangulatról és életérzésről veterán autók gondoskodtak, emellett a diákok szafaribusszal és limuzinnal is utazhattak a városban. A testépítők közel egy órás előadására színültig megtelt a kijelölt osztályterem, de sok érdeklődőt vonzott a foci, valamint FIFA bajnokság is. Ha már a labdarúgásnál tartunk, az udvaron felállított élő csocsónak szintén nagy sikere volt a diákok körében. A tornateremben sokan mozogtak együtt Jordán Marcsival, aki a zumba bemutató keretében alaposan megtornáztatta a vállalkozó kedvű fiatalokat. Az oktatási intézmény tanáraiból és tanulóiból verbuválódott tornacsapat lélegzetelállító akrobatikus bemutatója ugyancsak nagy sikert aratott. A tanulók alaposan kitettek magukért a vendéglátás területén is, hiszen szendvicsekkel, üdítőkkel, fagylaltal és ízletes házi süteményekkel kedveskedtek társaiknak és tanáraiknak. A nap egyik fénypontját az eredményhirdetés jelentette, amely rendkívül szoros küzdelemben dőlt el. Az osztályok versenyét a 11 B nyerte, az S-eket és az A-sokat megelőzve. Az ünnepélyes eredményhirdetésen Csirmaz István igazgató gratulált a csapatoknak és a résztvevőknek. Emellett elismeréssel beszélt a kiváló osztályközösségekről és méltatta a tanulók fejlődését is.